Csokló! Puszi, Nellike! Van forró kávé, tessék, hogy tesszük! Szabó Zoltánné Nellike 3 éve rója Katonatelep utcáit. A kertvárosias részen nem ritka, hogy a lakók szóba elegyednek a postással. Most már 3. éve járok ide, elég jól ismerem. Rendszeresen járok mindegyik házhoz. Itt ismerem az itt lakókat, mondhatni. A postás szakma elengedhetetlen velejárója, hogy az emberek bizalommal fordulnak a kézbesítőhöz. Valószínűleg ez a kölcsönös odafigyelés mentette meg egy ember életét Katonatelepen a napokban. Szabó Zoltánné a Hortenzia utcában kézbesített egy ajánlott levelet, amikor figyelmes lett arra, hogy az ott lakó idős hölgy furcsán viselkedik. Megkértem, hogy írjon alá, és elég nehézkesen ment neki az aláírás, és akkor gondoltam, hogy itt valami probléma van. Egyszer nagy nehezen összehoztunk egy nevet, aztán megkértem még, hogy legyen szíves a listára is írni, hát ott már abszolút nem. Ekkor a kézbesítő az idős hölgy segítségére sietett, és pár percen belül már a mentőket hívta. Mint kiderült, helyesen járt el, hiszen az idős hölgy valószínűleg sztrókot kapott. A helyes cselekvés az azonnali kórházba kell kerülni a betegnek, ennek a legrövidebb vagy leggyorsabb útja az, ha a mentőszolgálatnak szól. A mentők megérkezéséig az agyvérzést vagy sztrókot kapott beteget nyugalomba kell helyezni. Célszerű ülnie vagy félfekvő pozíciót felvennie, a sztrók és agyvérzés esetében mindig vannak árulkodó jelek. Hirtelen kezdődik, ez egy fontos tünete. Általában a teljes jólét közepette valakinek vagy nagyon erős fejfájása, vagy egyéb mozgásszervi vagy beszéddel kapcsolatos tünete lesz, és ez hirtelen kezdődik. A másik fontos dolog, hogy néhány órán belül, hogyha kórházba kerül és ellátást kap, akkor nagyon jó gyógyulási esélyei vannak. Beszédzavar, végtaggyengülés esetén mindenképpen érdemes a mentőket értesíteni. Szabó Zoltánné Nellike stábunknak elmondta, postástársai is többször nyújtottak már segítséget bajba jutottaknak. A Katonatelepi esetben ez a figyelmesség életet mentett. Az unokával beszéltem, és mondta, az egész család nevében köszöni, és hogy már jobban van a mama. Ennyit tudok.